Zenével és tűzijátékkal köszöntötték az újvidékiek 2016-ot a város központjában. Jó a hangulat, nincs túl hideg sem, úgyhogy minden remek. Jó volt a, hogy is hívják, ami a munkát is illeti azon a téren is, úgyhogy hát hogyha olyan lesz ez a következő, az eljövendő év, mint az előző, akkor mi nagyon elégedettek leszünk. Újvidék központjában a Szabadság téren az idén is több ezren várták be a 2016-os esztendőt. Több ismert hazai rock együttes kíséretében nagyon jó volt a hangulat. A Petőfi Sándor Művelődési Központban mintegy 150 újvidéki és környékbeli ünnepelt együtt magyar zene mellett. Jó a zene, hangulat, egy szervezés mondhatom, hogy elég, szóval jó. Rengeteg az új, a fiatal, Melindának köszönhetőleg a háza elnökének, az asszonyának, aki segített, és gondolom, hogy talán lábra állunk. Ladisics Melinda egy kicsit több anyagi támogatást kíván 2016-ra. Nehéz évet tudunk magunk mögött, tehát munkában is, anyagiakban is, ami a Petőfit illeti, de harcolunk és csináljuk és pályázunk. Szilveszter éjszakáján megteltek a szórakozó helyek Újvidéken. A város több pontján a hajnali órákig DJ-ek szórakoztatták a bulizókat.